vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége, ifjabb Lévai Zoltán, junior Európa bajnok, birkózunk. Szervusz, üdvözöllek. Jó napot kívánok. Gratulálok. Ez a pár napja megszerzett Európa bajnoki aranyérmethez. Megküzdöttél érte, mert ha csak azt vesszük, hogy a mostani Európa bajnoki aranyérmed mellett, vagy előtte egy időszakban, ugye juniorként és utánpótlásként ugye ott voltál VB-ken már, EB-ken, és 8 bronzérmet szereztél eddig. Most már 9-re megjött az aranyérem. Hát először is köszönöm szépen. Hát hosszú út volt az idáig, és örültem, hogy egy utolsó évesen már sikerült egy aranyérmet is beszereznem. Sok munka volt benne ebbe az útban. Uh-huh. És... Hogy lehet az, hogy 8 éven keresztül mindig megálltál bronzéremnél? Hát nem tudom, szerintem az elmúlt években még nem voltam annyira kifejlett, erős, érett a súlyomban, mint a más országok beliek, mint az Azerbajdzsán. Mindig egy olyan általában olyan ember állított meg, aki az orosz tagállambeli volt. Uh-huh. Gondolok itt. Aki genetikailag alapból hamarabb érnek esetleg? Mert igen, van ilyen, igen. Tehát ez nem kérdés, tehát ez tudjuk. Igen, erre gondoltam. Uh-huh. Tavaly volt egy Betli, amikor egy svéd ellen birkoztam és vezettem az U23-as Európa-bajnokságon. Na őt meg kellett volna vernem, az a saját hibámból fakadt. Mert ott vezettem is azon a mérkőzésen, 2-0, és hát nem tudom, hogy minek köszönhetem azt a hibát, de nagy hibát vétettem, és ezáltal kaptam ki. Most mindent beleszámítva, kadettet és mindent, így utánpótláskorról, EB-VB-kről összesen hány érmed van? 9. 9. Ez akkor azt jelenti, hogy akkor most Tokió olimpiai érmesével beszélgetek? Hát remélem, az a cél. Minél hamarabb. Mert ugye azt mutatja, hogy nálad nem arról van szó, hogy most véletlenül kijött az eredmény, te már tartósan ott vagy mindig az elitben. És innentől kezdve viszont mi jogosan ugye azt várjuk el tőled majd, hogy a felnőttek között is valami hasonlót produkáljál. Vagy azért nagyon nagy a lépcső? A lépcső? A kettő között? Igen. Hát nagy. De hát, például egy junior, vagy egy U23-as és egy felnőtt között is nagy még a különbség? Akkor a különbség szerintem, mint egy junior és az U23-as között. Uh-huh. Mert ugye hát U23-asoknál ugye EB bronzérmes vagy idén, ugye? Tehát... Hát mondom, akkor a különbség, mint egy junior és egy U23-as. Hány éves vagy? Most 20. 20. Akkor még... Lenyelted a békát, hogy nem te indultál a olimpiai szereplés jogáért? Még le. Nehéz volt? Annyira azért nem. Hát még fiatal vagyok ahhoz. Meg nem is, most lehet, hogy ki is jutottam volna, akkor ott nem tudtam volna azt az eredményt hozni, mint a mostani első számú emberek. Uh-huh. Ugye Bácsi Péter? Igen. Birkóztál már vele? Edzésen. Csak edzésen? Igen.
És milyen? Megvert. Dehogy is. Csak vicceltem. Erős, nagyon erős, és gyors, és ügyes is. Akkor még sok mindenben kell fejlődnöd? Így a bácsin lemérve. Igen, mondhatni. De látom, nem vette a kedvedet el. Nem. Hát úgy érzem, hogy jó úton haladok. Uh-huh. És Szabó Lacika? Ő a válogatott ugye súlycsoportjában a második, harmadik ugye ember, igen. Tehát. Ő milyen? Ő is erős. Jó nagyok, mind a ketten. Igen? Uh-huh. Hát már érettebbek nálam. Mert ugye Bácsi Péter, ugye ő tudjuk, hogy mit fog csinálni az olimpia után, de még a Szabó Lacika még ott marad neked. Csak ezért kérdeztem ugye, hogy Tókióra hangolva már, azért először akkor itthon a betétársakat kellene eltenni az útból. Persze. De hát addig még sok víz lefolyik a Dunán. És sokat fogsz erősödni. Hát remélem. Azért edzek. Itthon felnőttek között, országos bajnokságon? Az idején azon kiestem. Tavaly voltam második, azelőtt meg harmadik. Uh-huh. Ezt még nem sikerült megnyerni. De hát majd megnyered. Dorogon nagyon jó birkózó műhely van, rengeteg érmet szereznek az utánpótláskorú versenyzők. De vajon felnőttként is, akkor majd már tényleg te felnőtt leszel, jó lesz a műhely megfelelő, vagy el kell majd onnan jönnöd egy Fradiba, teszem föl? Szerintem jó, tehát nekem idáig jó felkészítést adott nekem az a műhely. Viszont az elmúlt két évben már a felnőttekkel edzek. Uh-huh. Tehát a keretedzésen ott vagy akkor velük, aha. Hát az év nagy részében már a felnőtt válogatott kerettel mozgok. Tatán, Mátraházán, esetleg külföldön, Lengyelországban, és velük csinálom a felkészülést. Mi ugye utolsó éves junior voltál most itt, ugye? Igen. Akkor innentől kezdve most már felnőtt versenyző vagy? Igen. Vagy várjuk meg a 2017-et? Igen. Hát az független, szóval felnőtt versenyző leszek, csak az kérdés, hogy válogatott-e. Jó, hát az neked kell majd kiharcolni. Így van. De hát rajta vagy. Ez az EB aranyérem, ez egyáltalán még tud valami pluszt adni? Hát hiszen 8 éremed már van. Igen, sokat már. Ugye az elmúlt 8 világversenyen, amin érmet tudtam szerezni, ez mind bronzérem volt. Volt, hogy egy meccs választott el, viszont volt, hogy úgy kellett visszabirkóznom, hogy az elején kikaptam. Viszont mindig úgy éreztem, hogy van egy gát, amit le kell küzdeni, mint hogyha egy átok ült volna rajtam, és most ezt sikerült megtörni. És úgy érzem, hogy ez sokat számít, mert már legalább kis önbizalmam van azzal kapcsolatban, hogy azért én is oda tudok érni. És nyerni is tudok, nem csak éremesélyes vagyok. Ez ebben segített. Önbizalmaid a problémák voltak? Volt önbizalmam, az a sose volt gond. Helyes. Csak volt mindig, éreztem, hogy volt egy meccs, és akkor éreztem, hogy na ez lehet, hogy most nem lesz meg. Most viszont nem éreztem. Pszichológus foglalkozik veled? Apám. Az edződ? Igen. De egyébként sok embernek kikérem a véleményét, mint Lőrinc Tominak is, Komáromi Tibornak is. Uh-huh. És akkor így sok kicsi összetevődik, aztán most sikerült egy aranyérem. Mi az erősséged? Az erősségem? Az jó kérdés. Vagy mindenben jó vagy? Nem. Földön is, állásban is? Gondolkozom. Talán a kondícióm. Ez minden magyarnak azt mondják. Meg szerintem ügyes is vagyok. Igen. Kedvenc dobásod? Minden évben más. Tavaly nyakcsípő volt, idén a válldobás. Uh-huh. Mondjuk egyszer sem tudtam megcsinálni, de most az a kedvencem. Az olimpiát most már milyen szemüvegen keresztül fogod nézni? Úgyhogy mint lehet, ott lesznek a lehetséges jövőbeli ellenfeléd is? Igen, mindenképpen úgy fogom nézni. Kire kell majd számítani az elkövetkezendő olimpián, ki fog kiöregedni esetleg, ki az, aki, mert ugye most már a junior korosztályból is jönnek, szóval olyanok, akikkel már birkóztam, tehát most akivel majd a Szöcsi birkózik az olimpián, reméljük, hogy nem, mert azért az kellemetlen ellenfél, de az a grúz birkózó,
vele már birkoztam, és neki sikerült kijutni az olimpiára. Hát igen, kemény. Csak hát ugye neked akkor majd a felnőtt EB-n, VB-n is most már virítanod kell lassan. Hát, reméljük. Kihívás lesz. Mit lehet róla tudni, Zoli? Mikor, miért kezdtél el birkózni? Én 2000-ben kezdtem el birkózni. Azt nem mondom, hogy én választottam, mert ugye akkor még csak 4 éves voltam. De hát apa levitt az edzőterembe. Ha akartál, ha nem? Ha akartam, ha nem. Mondjuk szerintem az elején nem akartam. Az úgy rémlik, mint hogyha elején sírdogáltam volna. És betett a kocsiba, és mentetek is ki. Szóval biciklire ültetett? Nem, kocsiba. Kocsi. Aztán találtam egy-két barátot magamnak, megkedveltem ezt az egészet. Az első évben még csak elhintette nekem, hogy csak ilyen játékos edzések lesznek. Aztán megszerettem, megszerettette velem, és így ott ragadtam. De most már örülök, hogy így alakult. Mikor érezted úgy, hogy jó is lehetsz ebben a sportágban? Hát, amikor még diák voltam, akkor úgy sikerültek elég. A legelején mindig veszítettem. Aztán jött egy olyan korszak, amikor nagyon sokat nyertem, akkor egyre kevesebb barátom is volt, és utána megint volt egy olyan időszak, amikor egy gyöngébb időszakot éltem, és aztán amióta válogatott vagyok, 2011 óta, azóta úgy érzem, hogy, eléggé toppon vagyok. Szerintem az így. És szépen lassan fejlődsz tovább. Igen. Apránként, de fölfele. Na, az jó. Suli? Hát, gimnázium az utolsó érettségit befejeztem, utána csináltam egy ilyen OK-s edzőit, és ott eddig megállt. Most a sportra koncentrálok. Akkor még gyerekekkel nem foglalkozol? Még nem. Amíg tudom, addig csinálom. Szeretnél majd edzősködni? Hát, benne van a pakliban. De hát még fiatal vagy, még van még jó 20 éved, ugye? A sportban. Aha, hát ha Derbáros Pisit kérdeznénk, akkor azt mondaná, hogy hát még van még 20 éved. Hát, inkább csak 10. 10? 10 körül, ja. Remélem, hogy 10. Sérülésekkel hogy állsz? Még fiatal vagy, tehát még gyorsan gyógyulsz, gondolom. Nem vagyok olyan sérülékeny, le is kopogom, de... Na, az jó. De szerencsére komolyabb sérüléseim nincsenek. Hát ilyen aprók, ilyen boka, ficam. Más nem nagyon. Most tényleg őszintén négy szemke szeretsz járni edzésre? Nem akarsz inkább elmenni máshova, csavarogni, edzésre? Diszkóba, edzés helyett meg? Van időm kikapcsolódni most, és nyaralásra jöttem. De egyébként szeretek edzésre járni. Mindig együtt vagyok a haverokkal. Meg... Ők is birkóznak? Igen. Hát ott vannak a barátaim. Akkor ott érzed otthon. Hogy nem is hiányzik úgy más? Vagy valami nem, hiányzik? Minden, nem, mindenem megvan. Úgy szabadidő. Mit szeret csinálni a birkózáson kívül? Aludni. Nem tudom, szeretek eljárni a társak, hát a birkózó társakkal ugye bulizni, strandolni. Beültök vendéglő, dumcsi parti, mozi? Szoktunk egyszer-egyszer. Lányokkal hogy állsz? Van egy barátnőm. Egy? Igen. Az a hivatalos verzió. De akkor senki nem tud téged eltéríteni a birkózó szőnyektől. Nem. Hát nagyon szép sikereid vannak. Köszönöm. Voltak már ilyenek, Gerjenesi Nándor például, aki juniorig mindent megnyert, aztán felnőttként sajnos már olimpikonig tudott eljutni, tehát olimpiára ki tudott menni, de már nem tudott eredményeket elérni, sajnos. Tehát azért nem lehet hátradőlni, hogy most... Nem hát, edzek tovább. Edzeni kell keményen. Idén még van egy világbajnokság, ott is szeretnék azért. Ez a melyik kategória? Junior. Junior? Igen. Hát ott is az aranyért megyünk, de nem tudom, már azért oda már bejönnek az iráni. És? Japán, hát nem azt mondom, azért mondom, miért? Az aranyért megyek. Három kezük van? Nem. Veszélyesek tényleg ezek annyira? Az iráni az veszélyes. De miért? Mitől? Mit csinál jobban, mint
Több az edzőpartner. Jó, de maga a szőnyegen küzdelemben erősebben fog, vagy gyorsabban teszi a kezét egyik pozícióból át a másikba? Ő például erős nagyon. Ez a birkózó elég nagy, fogyaszt is. Uh-huh. Jó erőben van, és hát azért mondom, sok birkózóval birkózott már egész életében, szerintem többen, mint én. Uh-huh. Viszont te még izmosodhatsz, mert jó a súlyod. Az szedhetsz magadra még hány kilót, izmot? Még, hát most vagyok 76 kiló, hát 8, a... 82-ig. Hú, hát akkor most fogsz izmosodni? Van egyébként egy ilyen ütemterv, hogy mikor, mi vagy? Hát, mármint az étkezés. Igen, 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 most mikor kezdünk egy kis izmot pakolni, stb. Rajta vagyok folyamatosan. Igazából apával már beszéltük, hogy csinálhatnánk azt is, hogy most hirtelen föl a súlyomat föltolnánk 80-82 kilóra, de akkor még ugyan olimpiáig lesz még 4 év, akkor utána meg megint följön, mert azért edzeni kell, akkor még izmosodok, akkor annyit meg már nem tudnék fogyasztani. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy szépen lassan, minden évben, hogyha följön 1-2 kiló, akkor ez pont ideális lesz. Úgyhogy ezt nem akarjuk elkapkodni, mert hogyha most például jött az eredmény, így is, úgyhogy nem sietjük el. Hát csak akkor, ha a világbajnokságon is jön az aranyérem, akkor aztán meg végképpen nem kell akkor, ugye? Fú, akkor nagyon jó dolgom lesz. De azért már téged számon tartanak, ugye? Nemzetközi viszonylag szinten, van. Igen. Szerintem igen. Már nem azt gondolják, hogy jaj, szöszi tejfölös szájú kisgyerek. Én azt akarom ki. Azért szerintem már annyira nem szeretnek velem birkózni. Hát látod a szemükben, nem? Mikor elmész mellettük és tudod, hogy kivel fogsz, hogy hogy néz rád. Igen, azt azért lehet érezni. És hogy szoktak? Birkózni ellenem? Nem, rád nézni. Mit érzel akkor? Mit gondolnak? Á, most már azért nem szeretnek velem birkózni. Már jönnek kezet fogni. Ja, barátkoznak most már. Én is szoktam, akiktől azért úgy tartok, hogy oda megyek. Mert? Mit reméltek? Tisztelet. Aha, értem. Rendes voltam, na jó, akkor nem velek meg nagyon csak kicsit, mi? Persze. Volt már úgy egyébként? Hogy vezettél nagyon, és nagyon megverhetted volna, és visszafogtad magad? Mindegy, hogy miért, de valamiért megkegyelmeztél az ellenfelnek, hogy ne alázd meg a szőnyegen? Versenyen? Hát... ritkán adódik olyan, hogy valakit nagyon-nagyon lehet verni. Igen? Mert most már junior korosztályban azért azok az emberek már abba hagyták a birkózást. Akik vannak, azok meg... azok azért már a kemény mag. És akkor itt már minden pici számít, hogy ki lesz a győztes éppen. Bizony. Hát, edzeni kell. És akkor ugye te már úgy edzel, úgy készülsz, mint egy felnőtt, tehát ugye az a ritmussal. Igen. Tehát napi több edzés is. Igen. Heti, nem is tudom, 2, 4, 9. Nem is számolod. Tényleg, most hová jártok majd lépcsőzni, most, hogy lebontották a stadiont? Hát ez jó kérdés. Én csak örülök neki, hogy lebontották. Biztos meg lesz a következő is. A szalom, azt nagyon szerettétek a lépcsőzést. Azért kérdezem, hogy aggódva most mi lesz veletek, mert imádtátok. Szerintem ki fognak találni az edzők más módszert is. Hát olyan jót, ki tud? Ki? Az jó volt, ugye? Tényleg ilyenkor mi játszódik le bennetek? Meg kell csinálni, ő is megcsinál, akkor én is megcsinálom, mikor egy ilyen nehezebb feladat van. Hát, hogyha nagyon nyüglődünk, akkor azért az edzők oda-oda szólnak. És az hat? Az hat. Mennyire vagy szerencsés, vagy éppen nem szerencsés, hogy édesapád az edző? Sokan kérdezik, én szerencsésnek tartom magam. Főleg... nem is tudom. Most. Jó, csak ez jó dolog, hogy leültök vacsorázni otthon, és akkor két vésli között... otthon nem szoktunk ilyenekre. Nem? Visszafogja magát teljesen? Én maximum, amikor én rákérdezek egy dologra. Ő soha. Hát soha, egyszer-egyszer, de különösen nem nagyon. Mondom, amikor én fölhozom, amikor oda megyek, mutatok neki valamit, hogy ez jó ötlet, nem? Akkor kerül elő a birkózás. Jó, hát most már ugye keveset lát téged edzésre, mert most már válogatottal készülsz. De mikor ilyen nappal együtt voltatok az edzőteremben? Akkor se. Akkor se? Nem. Otthon, az, mint a tabu lenne. De... igen? Igen.
Nehéz elképzelni? Igen, igen, igen. Igen, mert az ember azért bármennyire is ugye úgy kellene, most mondja, milyen munkáján dolgozik az ember, ugye hazaér, és akkor azt kizárja. De ezt jó elmondani, de ezt nem szoktuk megvalósítani. Tehát az ember csak hazamegy és jár a fejébe az, ami volt egyszer-egyszer, de nem túlnyomóan. Hétköznapi dolgok, inkább a hétköznapi dolgokról szoktunk otthon beszélgetni, de mostanában már kevesebbet vagyok otthon. Jó, apával voltam most ugye az edzőtáborban az elmúlt 4-6 hétben, ugye ott az volt a téma. Ilyen nappal? Igen. Hát most az Európa-bajnokság előtt már arról kell szólnia az életemnek. Háttérbe szólítani a többit, és csak az Európa-bajnokságra koncentrálni. Hát igen. És akkor most lazítás van. Ilyenkor hogy enged el téged pihenni, lazítani? Csinálj bármit, ami jól esik, vagy azért... Igen. Kötelező pihi. Most voltam Horvátországban, meg Gyomaendrődön nyaralni, és csütörtökön megyek Siófokra. Tényleg horgászat, birkózók repkával az élem, ugye imádnak horgászni, lőrincék is, azért kérdezem, hogy horgász, hát hogy én nem az a fajta vagyok. Kilóksz a csapatból? Ha így mondjuk, akkor igen, de régen voltam nagy horgász van, még 12 éves koromig. Most már nem? Á, meguntam. Sosem volt szerencsém, meg béna is voltam, szerintem. De egyébként félek a halaktól. De nem azért nem vagyok horgász, csak félek a halaktól. De az oroszlánoktól nem? Azoktól nem, annyira. Akkor te vadászni jársz. Vadászni sem járok. Nem. Semmi? Futball Európa bajnokságot nézed? A magyarokat néztem. És hogy tetszett? Nekem tetszett. Csak az nem tetszik, hogy most mindenki ebből az egy Európa-bajnokságból akarja leszűrni, hogy most akkor miért jók, miért nem jók. Egy győzelemből. Végül is igen. De egyébként szurkoltam. Ezt benneteket ez mennyire zavar, hogy tulajdonképpen EB-n a futballcsapat ugye 4 mérkőzésből csak egyet tudott nyerni. És hősként fogadták Magyarországon. Ennek ellenére, hogy 4 meccsből csak 1 győzelem, és hősök. És ugye nagyon birkózók, meg ugye hazajönnek egy-egy EB-ről, VB-ről érmekkel, és síri csend van. Meg se ismerik az utcán őket. Hát igen, érdekes dolog. Jó, de téged, mert még fiatal vagy. Egy érettebb birkózó már érettebben, meg már másképpen gondolkodik, mert ő már nem foglalkozik ezzel, de téged, meg a fiatal korosztályod. Ez hogy érintette meg, hogy másoknak sokkal kevesebb is elég ahhoz, hogy hősök legyenek, míg ti meghaltok, eredményt hoztok, és semmi. Hát szoktunk erről beszélgetni. Minket zavar. Jól esne azért, ha minket is úgy fogadnának, mint a magyar foci válogatottat, és így szurkolnának értünk a tévében. De hát Magyarországon a foci a nemzeti sport. Nem is tudom, hát most ezek szerint rossz sportágat választottunk. De nem bánod, azt mondtad. De nem bánom. Én jól érzem magam. Szoktatok még focizni? Edzésem? Ebben az edzőtáborban nagyon sokat fociztunk. Igen, mert volt egy időszak, amikor ki lett tiltva valami sérülés miatt. A felnőtteknél az még tiltott. Mindig tiltott. Ugye elmondom, valakinek a bokája, vagy bokaszalag sérülése volt, valami volt ilyesmi. Egy-kettő ilyen. Igen, igen, igen. De a junioroknál ez nem volt betiltva, úgyhogy elég sokat játszottunk. Persze edzésen kívül, igen, vagyis edzés előtt, ha 10-től volt edzés, akkor 9-40-re kellett lemenni, ha focizni akartunk. És most szerintem majdnem minden második edzés előtt fociztunk. De jó, mert feldobta az edzés hangulatát. Persze. Be is melegedtetek, tehát izomzott szép fokozatosan. Tehát az úgy jó volt. Hát csak azért utaltam erre, mert tudom, hogy imádtok futballozni, imádtok a focit, és nem fociztak végül is, hanem birkóztak, mint sportolók. Hát igen. Pedig ott meg milyen könnyen lehet babérokra szert tenni, de hát ez van. Neked ez dobta a gép. Nekem ezt. Nem baj. Hát, hogyha viszont olimpiát nyersz, akkor... Hát igen. Majd ott visszaüt. Remélem olimpiát nyerek. Azt hallottam, hogy C5 között ott van. Igen, ki van rakva a falamra. Mi van pontosan kirakva? Olimpiát akarok nyerni.
De ez hogy van kitéve? Egy táblára rá van nyomtatva. Ne voltam kíváncsi, ha? Az ágyam fölött. Fejed fölött van? De akkor nem látod. Hát de ha bemegyek a szobámba, akkor pont meglátom. Meg hogyha fekszek, számítógépezek. Hát plafonra, tudod, amikor fekszel. Ja, igen. Akkor... Oda is rakok egyet. Ugye? Na, ne felejtsd. Majd a junior világbajnokság után, amikor itt leszem majd aranyérmesként, akkor majd rákérdezzek, hogy akkor fönt van már a tábla, a plafonon? Jó van, remélem itt leszek. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Akkor most egy kicsit lazíts el, pihenjél, mert aztán jön a junior világbajnokság. És utána már tudod, csak a felnőtt EB, VB, és el vagyunk kényeztetve, bácsi elkényeztetett bennünket 75 kilóba itt az érmekkel, úgyhogy... Hát készülök folyamatosan. Úgyhogy aki majd a helyére lép, tőle is ugyanezt fogjuk elvárni. Csak úgy szólok, halkam. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.